Beregszászon a napokban mutatták be a Linner doktor egy nem mindennapi orvos története című dokumentumfilmet. A sebészfőorvos Beregszászon született és dolgozott. Az első világháborúban harctéri sebészként vett részt, az orosz és az olasz frontokon nyújtott segítséget a sebesült katonáknak. A háború után Európa leghíresebb klinikái versengtek a kiváló fiatal sebészért, de ő a legkecsegtetőbb meghívásoknak ellenállva visszatért szülőföldjére, Beregszászra. Halála után személyes bejegyzéseiben sok érdekességet találtak. Írásaiból kiderült, hogy nem ismerte el a szovjet gyógymódokat. A szovjet sebészetben csak egy pozitívumot látott, a megelőzési módszereket. Dr. Linner Bertalan megtanulta az ukrán és orosz nyelvet, munkatársaival magyarul és németül beszélt, azonban használta a latint is. Mindenki jól megértette, élete utolsó napjáig dolgozott, a legvadabb sztálini és az azt követő hruscsovi időkben is naponta részt vett a szentmiséken. Minden műtétjét imával kezdte, hite sziklaszilárd volt. Mindent, amit elértem, Isten segítségével értem el, vallotta. Nem hasonult meg, nem vált olyanná, mint abban a kommunista rendszerben sokan, nem alkudott meg. Úgy gondolom, hogy csak ez a mély hit segíthetett abban, hogy túlélte azokat a vészterhes időket. Linner Budapesten végezte el az orvosi egyetemet 1911-ben, kitűnő eredménnyel sikerült lediplomáznia. Később megjárta az első világháború frontjait, majd 1918. júniusában visszatért Beregszászba, abba a városba, amelynek hűpolgára volt a gyakori impériumváltások ellenére is, 1969-ben bekövetkezett haláláig. Február óta készültünk a filmre, felkutattunk olyan embereket, akik még emlékeznek rá, akik találkoztak vele, együtt dolgoztak, esetleg gyerekként jártak nála, vagy találkoztak az utcán vele, és így könnyű dolgunk volt, ugye, mert ők elmondtak nekünk nagyon sok információt. Levéltárban is jártam, de már ott csak olyan információt találtam, amit már tulajdonképpen elmondtak a szemtanúk. Több hónapi munka után ezekre az interjúkra alapozva elkezdtük a forgatást, és így úgymond 10 hónap alatt megcsináltuk a filmet. Kezdj csokkolom, kisasszony! Jó reggel, doktor úr! Hát majd legközelebb megelőzöm. 2017. február-márciusban kértek fel minket, hogy elvállalnánk egy olyan filmnek, dokumentumfilmnek az elkészítését, amely a Dr. Linner Bertalannak az életét mutatná be, tevékenységét azoknak az emlékek alapján, amelyek még élénken élnek a még ma élő szemtanúkban. És hát elvállaltuk, igent mondtunk erre a projektre. A dokumentumfilmben szerepet kaptak a Beregszászi Színház művészei, akik koruknál fogva nem ismerhették Linner doktort, de szüleik elmesélései alapján tudtak arról, hogy egy kivételes képességű ember, orvos emlékét fogják megörökíteni az utókor számára az alkotók, a megszólalók. Tulajdonképpen és lényegét tekintve most találkoztam vele először, úgy mélyebbre hatóan, amikor Ritáék fölkértek, hogy akkor lenne kedvem ebben részt venni. És hát persze mondtam, természetesen, hiszen egy nagyon fontos személyiségről beszélünk, aki nagyon sokat tett a mi Beregszászunkért, az emberekért, úgyhogy számomra ez egy nagyon fontos dolog volt, hogy én ebben részt vehettem. Doktor úr! Linner doktor munkába menet mindig elment a reggeli misére, aztán felült a bicikliére és a kórház felé vette az irányt. Az 1969-es év végén Linner doktor, mint mindig, munka előtt bement a templomba. Imádkozott, azonban a padról már nem tudott felállni. Szívrohamot kapott az Isten tisztelet alatt. 82 év adatott meg a kárpátaljai betegek megmentőjének.